hideg napok fokozott figyelemmel és melegedő helyiségekkel előznék meg a bajt. Állnak a falak határidőn belül a helytörténeti gyűjtemény építésen. Vidáman farsangoltak a 10 évesek, társaskori bált rendeztek. Ez a JTV heti híradója, köszöntöm Önöket! Egész nap várja átmeneti melegedő a helyieket a nagy hidegben, a rászorulókat, egyedül élőket is fokozottan figyeli a rendőrség és a polgárőrség, és az önkéntes tűzoltók is készenlétben állnak. Fontos azonban, hogy maguk a lakók is jobban figyeljenek egymásra. A rendőrök és a polgárőrök járják a várost, felkeresik mindazokat, akiknek nehézségei lehetnek a hidegben. Jó, tud fűteni még? Az utcán talált emberek számára forró teát is kínálnak, amire most átfázott forgatócsoportunk is rászolgált. Kedves egészségére! A városban csütörtöktől folyamatosan várja melegedő helység a rászorulókat. Hétköznap reggel 7-től délután 3-ig itt az idősek klubjában, a házi orvosi ügyeleten pedig délután 4-től reggel 7-ig és a teljes hétvégén nyitva a menedék. Ezt a várótermet jelölte ki az önkormányzata az átmeneti melegedő számára, ami kellőképpen tágas, ülni lehet, tehát akár feküdni is, és férfi és női vécé is rendelkezésére áll az illetőnek. A rendőrök is idehozzák azokat, akiket meleg helyre kell szállítaniuk az utcáról, fűtetlen lakásokból. Bárki az utcán van, üldögél az úttestem, vagy fekszik az árokban, tehát olyan kétségbejtő helyzetben van, akkor én azt gondolom, hogy haladéktalanul oda kell menni ehhez az emberhez, meg kell kérdezni, hogy hogy van, meg győződni arról, hogy még saját erejéből fel tud állni, haza tud elmenni. Amennyiben nem, nyugodtan lehet szólni az ügyeletnek, hiszen ezért vagyunk, vagy akár a rendőrségnek a segítséget, vagy a polgárőrségnek a segítséget is lehet kérni. Nagyon fontos, hogy ha mondjuk egy pohár vizet kitennénk, az egy óra teljesen átfagyna. Körülbelül ez az idő, ami alatt egy ember hát praktikusan halálra fagy. Fekvő állapotban, tehát erre nagyon kell figyelnünk. Egy parkolóban fekvő ittas helyi férfit mentővel szállítottak kórházba a rendőrök csütörtökön, megelőzve a komolyabb bajt. Az idősekre is jobban kell figyelnünk. Az idősek klubjában 14-en járnak, házi gondozásban 10 részesülnek, több mint felük hozzátartozóira sem számíthat, így hétvégén is a házi gondozók segítik a bevásárlásban, tüzelőbe készítésében. Sajnos az emberek nagy része fél kérni. És nagyon kevés az olyan, aki önként jön ide és segítséget kér, de mi próbáljuk felkutatni azokat az embereket, akikre tudjuk, hogy segítségre szorulnak. János Somorján, az önkormányzat, az idősek klubja, az orvosi ügyelet, a rendőrség, a polgárőrség és a tűzoltóság állandó kapcsolatban áll egymással, így igyekezve megelőzni a bajt. Ez pedig akkor fog megtörténni, hogyha az információ is érkezik és időbe érkezik. Nem baj, hogyha szombat van és vasárnap van, vagy jön, és ez ugye úgy nem munkanap kategóriájába tartozik, mindent meg lehet oldani. A tűzépet ki lehet nyitatni, a fakereskedővel lehet egyezkedni, és nyilván be lehet szerezni azt a tűzifát, amivel éppen meg lehet előzni egy komolyabb tragédiát. Most az egyszer tűzre valót hoznak a tűzoltók, és hálás szívvel fogadják őket a háziak. Itt is segítséggel vásároltak fát, amit az önkéntesek raktak fel és hoztak házhoz. A nagy hidegben a tüzelő is hamarabb fogy, ami sokaknak jelenthet hirtelen gondot. Hát összehúzom a nadrág szíjat, aztán majd megpróbálok saját önerőből még valamit kis spekulálni. Hát csak a fizetés. Egyedüli kereső 3 gyerekkel, majd meglátom. Majd valamit kipróbálok szorítani. Tűzifára való segélyt már eddig is többen kértek. Az önkéntes tűzoltók nem csak házhoz viszik az így vásárolt tűzrevalót, de ha valaki tüzelőt ajánlana fel a rászorulóknak, azt is elszállítják. Nem világ vége lesz, reméljük. Felhívta bennünket a figyelmet, ha óvarról nem tudnak kijönni a tűzoltóautóval, mi helyileg készüljünk fel. Fűtött garázsban vannak az autóink, egy rajt állandóan készállítba tartunk, és a lakosság szolgálatába állunk. Jövő hét elején havazást, majd gyengülő szelet, és akár -20-24 fok körüli hideget is jeleznek a meteorológusok. A kemény fagy jótékony hatásaira is felkészültek János Somorján. Csütörtöktől ingyenes korcsolyapálya vár mindenkit a művelődési ház udvarán. A helyi kavicsbányákon évek óta szigorúan tilos a korcsolyázás. A mély tavak jege egyenetlen lehet, és nem is ellenőrzik a vastagságát. A biztonságos korcsolyázás érdekében
helyi civilek a Balassi Bálint művelődési ház együttműködésével korcsolyapályát nyitottak az udvarban. A házilag barkácsolt pályát fellocsolták, és a napokon át hízlalt jégen hamarosan megindult a koris élet. A készítők elmondták, bár a tér nem nagy, arra tökéletesen alkalmas, hogy a legkisebbek megtanulják vagy fejlesszék tudásukat helyben biztonságos körülmények között. Terv szerint halad a János Somorjai helytörténeti gyűjtemény építése. Áprilistól a Mosonmagyaróvári Hansági Múzeum elkezdheti kialakítani a kiállítóteret, és szeptemberben megnyithatják a tárlatot. Közben az újabb helytörténeti értékek felkutatása is megindult, amivel kiegészítenék a kiállítás anyagát. Formát öltött a helytörténeti gyűjtemény. Az önkormányzat, a Kozma Galéria és a Mosonmagyaróvári Hansági Múzeum együttműködésében kialakítandó múzeumban a helyel már most jól kellett sáfárkodni, hiszen óriási anyagról van szó. Ez a probléma már most felmerült. Ugye tervezés szerint is, hogy annak idején 60 négyzetméterből lett 70, aztán most már 124-nél tartunk. Igen, kinőtte magát már most az épület, úgy néz ki, a múzeum anyag nagyon nagy. Próbálnak egy olyan kiállítást idehozni majd, ami ebbe a térbe belefér, és szépen áttekinthető, nem túl zsúfolt. A kivitelezők a múzeummal közösen igyekeznek a lehető legtöbb helyet kihasználni. Volt itt egy ablak, amit be kellett falaznunk, illetve ezen az oldalon volt két ablakunk, amit szintén be kellett falazni. Igazából ugye így nyert a múzeum nagy falfelületet. Áprilistól kezdik meg a tárlat kialakítását, de az épület környezete is a múzeumhoz illően változna. A parkból nem csak bejöhetünk, ezen a kirakaton át be is pillanthatunk majd a kiállításba. A kirakat ugye úgy született az ötlet, hogy látszódjon kívülről is a maga a kiállítás, és egy ilyen, úgymond egy ilyen berendezést, egy szobabelsőt kifele is meg tudjunk mutatni, és akik parkba sétálnak, meglássák, illetve hát ezzel talán be is tudja vonzani maga a múzeum a látogatókat. A hely véges. Amit nem tudnak kiállítani, azt interaktív digitális bemutatókon láthatnánk, hallhatnánk. A beltéri technikára a LEADER programban pályázik a város. Le is lehet róla kaparni, ha belenyúlnak. A kincsek egy része a Mosonmagyaróvári Múzeumban, másik részük még mindig egy helyi raktárban várja, hogy ismét kiállítsák. De egy újabb helyi gyűjtés is megindult a még rejtőzködő értékek után. Hát, ha vannak még olyan használati dísztárgyak, eszközök, dokumentumok a helyiek birtokában, amelyek a kiállítás anyagát gyarapíthatnák. Ezt szeretnénk összegyűjteni. Ez a munka is megkezdődött, és elmondhatom, hogy hál' Istennek, ha nem is nagy számban, de jöttek már felajánlások, és remélem, hogy még jönni is fognak. Az így összegyűlt anyag kezelője a Hansági Múzeum lenne, a tárgyak azonban vagy a város, vagy az eredeti tulajdonos birtokában maradnának. Bármennyi tárgy is érkezik ide, az már most biztos, hogy egy megfelelő raktárat is ki kell majd alakítani a helytörténeti múzeum közelében. Három jánossomorjai diák is aranyminősítést szerzett a Barsi Ernő népdaléneklési verseny területi fordulóján, a Mosonmagyaróvári Fehérló közösségi házban. A múlt pénteki megmérettetésen a környékbeli iskolák több mint 80 tanulója vett részt. A jánossomorjai 6 fős csapat tagjai a tavaly évvégi Klavszki Katalin énekverseny legjobbjai közül kerültek ki. Szabó Luca, Maglódi Panna és Balog Veronika szerezték meg a legmagasabb aranyminősítést. Idén témák vagy tájegységek szerint csoportosított, ritkán hallható énekekkel készültek a diákok. Városunk tanulói 3 éve indulnak a versenyen, fejlődésük az egyre jobb minősítésekben is látszik. A felkészítők remélik, jövőre már a korcsoportonkénti egyetlen továbbjutó között is lesz János Somorjai énekes. Újra nyomtatták, mert mára szinte elfogyott a helyi közösséget szolgáló személyeket bemutató könyv, amit Bella Sándor szerkesztésében jelentetett meg a Társaskör Egyesület december közepén. Az akkor 100 példányban kiadott munkából most további 130-at készítetett a Társaskör, a könyv eddigi bevételéből és az önkormányzat támogatásából. 115 helyi személy portréját mutatja be az, akik a közösséget szolgálták János Somorján 1900 és 2011 között című munka. Az újabb példányokat a helyi könyvtárban és a művelődési házban vásárolhatják meg az érdeklődők 1500 forintos áron. A most megjelent kötetek bevételéből a készülő Szent István szobrot támogatják. Vidám műsorral, a Canto Excolo kamarakórus énekével és közösségi jó hangulattal bálozott a Társaskör Egyesület szombaton. A farsangon más is adott okot az ünneplésre, a közel 80 fős szervezet idén ünnepli 10 éves fennállását. A farsang ünnepe ősi téli esztő néphagyomány.
azért van, hogy előzzük a telet. Hát most kemény munkánk lesz, azt gondolom. A hétvégére beköszöntött hideg idő valóban megdolgoztatta a társaskori tagokat. A bál kezdetén azonban nem csak a buli, az emlékezés is szerephez jutott. 2006. február 25-én volt az első egyesületi farsangi mulatság. Wittmann Elekné segítségével visszatekintettek az elmúlt hét társaskori farsang vidám perceire, szép emlékeket idéztek azokról, akik már nem ünnepelhetnek a többiekkel, és köszöntötték az új tagokat is. Mindig vannak, most is vannak új arcok, és most még külön nagyon örülök neki, hogy a kórus, a Canto Escono kórus, akik végül is a társaskör tagjai, idén el tudtak jönni, műsorral is kedveskedtek nekünk, mert azért valahogy feldobják a hangulatot. Szia hamba, hamba, szia hamba, hamba, szia hamba, kukán gyertek, ó. A kórusművek mellett Őri Sándor nyelvtörő Romhányi előadása is viharos tapsot aratott. Ezt a dalt hozta ki győztesnek a zsűr. A társasköri tagokat mégis a régi slágerek táncoltatták meg. Ma egy videódiszkóval készültem a társaságnak, a 80-as éveket fogjuk idézni. Pöttyös labda nem lesz, de Modern Talking, Joma Heart, Joma Soul biztos. De a legkisebbek sem unatkoztak, őket is akadt, ami megmozgassa. Minek öltöztél? Tigris. Miért öltöztél tigrisnek? Mert szeret a tigrist. És a tigris sokat ugrál, igaz? Te is? Igen. Miért ugrálsz ennyit? Volt, aki félt megmondani, hogy is érzi magát a társaskörben. Hogy érzed magad a társaskörű bálon? Egy puppal a hátam. A legtöbben azonban nem rejtették így véka alá, hogy miért is szeretnek az egyesületbe járni. Nagyon jó társaság, ez biztos egész olyan családi jellegű, családi körös, igen jól. A lelki dolgok, a támasz, a csapat, az együttlét, azok az emberek, akik itt együtt vannak, annak a másik ember nagyon fontos. És ezt nem lehet máshol megszerezni, ezt csak ebben a csapatban lehet megszerezni. A 10 éve sikeresen működő egyesület a város kulturális életének meghatározó szervezete, amiért idén januárban vehette át a János Somorja kultúrájáért kitüntető címet. Ennek pénzdíját és a bál tombolájából befolyt összeg felét összesen 40 ezer forintot ajánlottak fel a sportcsarnok defibrillátorának megvásárlásához a buli után. Szerdán este 6-tól tartja negyedéves ülését a Városi Civil Fórum, amire ismét várják a helyi szervezetek, csoportok képviselőit a Művelődési Házban. Híreinket olvashatják a jtv.hu oldalon is, ahol videótárunkat és képgalériáinkat is megtekinthetik, híradóval pedig legközelebb jövő héten vasárnap jelentkezünk. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!